szeretnénk a triatlonosoknak megmutatni a kvadratlont, kicsit bevonzani a sportágba, és ugyanígy fordítva is a kvadratlonosokat átvinni a triatlonba. Ugye egy kajakos viszonylag jól úszik, jól fut, meg kell tanulni a kerékpározni, a triatlonosoknak meg kell tanulni a kajakozni. De ez a két sport nagyon jól működik, együtt lehet rendezni, és idén rendezünk kvadraton Európa-bajnokságot Magyarországon, Balaton-Akaliban, és ez az egyik apropója, hogy behirdessük a triatlonosoknak, hogy ők is kedvet kapjanak. Ez a szezon első versenye, tehát abszolút ugye a téli felkészülés utáni első megmérettetés. Azt hiszem a nehéz versenyek közé tartozik, tehát med volt. Be lehet ülni egy széles, stabil túrakajakba is, azzal is lehet teljesíteni a távot. Nyilván egy jó stílussal, stabil kajaktudással sokkal gyorsabb az ember egy ilyen versenyen. Korábban is versenyeztünk már itt, úgyhogy nagyon örültem, mikor láttam a versenykiírást. A szervezők előtt pedig le a kalappal, tényleg profin és tökéletesen kialakították a pályát. Hát én úgy gondolom, hogy most már ennek a kvadraton sportágnak is egyre nagyobb a presztízse Magyarországon. A kajakosok azért szeretnének itt a triatlonosok mellett szóhoz jutni, és egy triatlonosnak ugye kajaktudása nem olyan sok van, tehát jó eséllyel tudjuk fölvenni a harcot ellenük, és általában megnézzük, hogy a dobogon kikálnak azok mind vagy most is kajakosok, vagy kajakos múltal rendelkeznek. Nagyon tetszett a verseny, ez a környezet is igazából nagyon szép volt, szerintem ilyen szép helyen még nem voltunk versenyezni. A szervezés is abszolút kifogástalan volt, nekem nagyon tetszett, úgyhogy örülök, hogy itt láttam. Én váltót indultam, csak úsztam és kajakoztam, és hát a kajak az jobban ment egyértelműen. Az egész verseny jó helyszín, szép, és a szervezéssel sincsen semmi gond, úgyhogy igényes, azt mondom, igényes. Úgy legörcsölt a lábam, hogy kb. Fölemelni nem tudtam. Az egyik lábam azt húztam a földön, amíg elfutott a depóig, és már ott is a cipő átvét jelenni, és már hát ilyen fájdalmat nem minden nap érez az ember, és az tényleg nagyon hát kemény volt, és utána elindulni, futni, az volt a mélypontja az egésznek, de nagyon tetszett az egész. A úszásnál lemaradtam, a bicikli az már jobb volt, de a futásnál is, a kajakozásnál sokat tudtam hozni, a futás ahhoz képest, hogy kajakos vagyok, elég jól megy korosztályomhoz képest. A kajakon is sokat tudtam hozni, hát a korosztályban elértem egy második helyezéset, én elégedett vagyok magammal.